Hello srácok, én nem vagyok, ez pedig itt egy újabb tarkós videó. Ebben a videóban Proponnak a küldetésével a Punisher Part 2-vel fogunk foglalkozni. A feladatunk a shoreline-on belül meg kell ölnünk 12 szkevet bármilyen hangtompított fegyverrel. A küldetés másik fele pedig az, hogy találjunk 7 darab half maskot. Ugye 7 darab masknak Finding Raid-esnek kell lennie, de mivel minden harmadik szkev ilyennel életbe, így nem nehéz ezt farmolni. Az pedig, hogy a 12 szkeves shoreline-on milyen fegyverrel ölitek meg, az teljesen rátok van bízva, a lényeg, hogy le legyen hangtompítva. Sajnos néha vannak olyan hangtompítók és fegyverek, amikkel nem adja be a kíleket. Ezért érdemes a Tarkov Wikin megnézni az éppen adott patchhez leírt listát, hogy melyikekkel nem működik. A lényeg, hogyha megöltek egy szkevet egy hangtompító fegyverrel, csekkoljátok le szépen a teszkeknél, hogy megadta a kilt. És sajnos szkevekből egyre kevesebbet találtok shoreline-on, ugye már előző videóban is kifejtettem, hogy kivettek egy-két spawn pointot, ez sajnos azóta se változott, hál' Istennek nem vettek ki még többet, szóval azokon a pontokon, amiken mutattam, azokon még mindig ott vannak a szkevek. De sajnos annyira kevés szkev életben, hogy nagyon nagy szerencsénknek kell lennie, hogy egy körön belül meglegyen a 12 kill. De a küldetésről röviden ennyit, én köszönöm szépen a figyelmet, és találkozunk a legközelebbi videón.